Megtámadták Sali Berisha egykori albán elnököt egy ellenzéki tüntetésen Tiranában. Az incidens az Európai Unió vezetői és nyugat-balkáni kollégáik keddi találkozója közelében tartott kormányellenes demonstráción történt. Berisha, az albán ellenzéki jobbközép-demokrata párt vezetője több száz tüntető élén haladt a csúcs találkozó területe felé, amikor egy férfi kilépett a tömegből és arcon ütötte. A támadót a testőrök azonnal lefogták, szemtanúk szerint Berisha arca vérzett a támadás után. Az ellenzék Edi Rama miniszterelnök korrupciógyanús ügyei ellen tiltakozott.